Sziasztok! Ez itt a Kultúrasztal, a Golgota Rádió irodalmi és kultúrműsora. A mikrofonnál a műsor szerkesztő műsorvezetője, Majoros Szidónia. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket itt a Kultúrasztalban, a Golgota Rádió műsorán. Mai vendégem Kling Rita, az Életkatedrális nevű rendezvénysorozat megálmodója és megvalósítója. Szeretettel köszöntelek, Rita, itt az adásban. Köszönöm szépen a meghívást, szia! Azt olvasom erről a rendezvénysorozatról, hogy ez egy olyan rendezvénysorozat, amely, idézem a csoportból, az élet tanulható minőségét szeretné megtanítani az embereknek. Ugye? Azt írja egy rendezvénysorozat azoknak, akik az élet tanulható minőségét szeretnék megismerni. Mit jelent ez pontosan? Igen, hát ez egy tudatosan választott mottó. Igazából az Életkatedrálisnak ez a mottója. És azért ezt a mondatot választottam, mert nagyon hiszek abban, hogy az életnek van egy tanulható minősége minden területen, minden témában, és ez egy nagyon fontos üzenet, amit szeretnénk az emberekhez eljuttatni, hogy lehet egy változást, egy pozitívabb változást elérni az életünkben, és tulajdonképpen ezért választottuk ezt a mottót. Mikor fogad meg először benned a gondolat, hogy szeretnél egy ilyenfajta rendezvényt, vagy rendezvénysorozatot tervezni, vagy akár megvalósítani? Igen. Is? Néhány évvel ezelőtt, én ugye coachként dolgozom, és járom az országot, különböző városokban vannak ügyfeleim, és bárhol is járok, és bárkivel dolgozom, bármilyen pozícióban levő emberrel, legyen az férfi, hölgy, komoly pozíció, vagy egy egészen hétköznapi állás. Egyszerűen azt tapasztaltam, hogy mindannyian ugyanazokkal a gondokkal, ugyanazokkal a problémákkal, vagy nehézségekkel nézünk szembe, és megfogalmazódott bennem az, hogy annyira szeretnék egy olyan lehetőséget biztosítani, ahol az emberekhez el lehet juttatni olyan válaszokat, amik valóban gyakorlatias módon segítséget tudnak nyújtani ezekben a nehézségekben, vagy ezekben az elakadásokban. És igazából, hát ugye 3 évvel ezelőtt álmodtam én ezt meg, hogy szeretnék egy rendezvénysorozatot. Már rögtön rendezvénysorozatként gondoltál erre, nem egy egyszeri rendezvényként? Nem, sorozatként gondoltam rá, mert hogy ugye a coachingban is folyamatban dolgozunk egy ügyféllel, nagyon sokszor több héten, hónapon keresztül, és annyi minden merül fel. Tehát a te életedben, meg az én életemben is annyi minden történik, olyan sok mindenen megyünk át, hogy szerettem volna ezt a rendezvénysorozatot is, mint egy ilyen kísérő lehetőség biztosítani, hogy különböző témákban, akit ott akkor, abban a pillanatban az a dolog valamiért foglalkoztat, vagy érint, vagy egy hozzátartozója miatt releváns az a téma, akkor el tudjon jönni, és tudjon kapni tényleg egy olyan segítséget, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy egy gyakorlati segítséget, ami után, hogyha hazamegy, akkor lesz néhány olyan fogóckodó, néhány olyan ötlet, hogy akkor most hogyan tovább. És igazából imádkoztam nagyon sokat azért, hogy mi legyen a neve. Szerettem volna valóban egy ihletett nevet, ami kifejezi azt, ami ezzel kapcsolatban a szívemen volt. És végülis így lett az Életkatedrális, mert hogy az életről szól, a katedrális meg egy kicsit ilyen, hát egy szimbolikus utalás arra, hogy ez a tanulás helye, hogy katedra, de ugyanakkor a hitemből fakadóan a katedrális, az olyan sok mindent számomra kifejez, úgyhogy így lett egy ilyen név, hogy Életkatedrális. És hát a motto, hogy az előbb is mondtam, az pedig szintén én azt gondolom, hogy megmutatja, rátapint arra a lényegre, amiről szerettem volna, hogy ez az egész szóljon. Milyen gyakran vannak rendezvényeitek, és hol kerül ez a rendezvénysorozat megrendezésre? Egyelőre Budapesten tartjuk a rendezvényeinket, és ebben nagyon szabadon mozgok. Tehát mivel valóban nekem ez egy misszió, ez a szívem csücske, ez az Életkatedrális, ezért nem vagyok kötve, hogy most ennek milyen rendszerességgel muszáj megtörténnie, hanem amikor megérik bennem egy téma, amikor azt találom, hogy igen, ez egy fontos dolog, amiről most érdemes lenne beszélni, akkor keresek hozzá egy megfelelő általam hitelesnek vélt szakembert, és átbeszéljük azt a témát, tehát, hogy mindig úgy van, hogy én rendelem meg az előadásokat,
ezeket a témákat, amiket úgy érzem, hogy nagyon szívesen szeretném, hogyha a mi színpadunkon feldolgoznánk, és így születnek ezek az előadások. És a vendégeket hogyan kontaktálod? Tehát hogy jön az ötlet? Ismerősön keresztül ajánlják neked, vagy a saját ismeretségi körödből választod a vendégeket a rendezvénysorozathoz? Amikor elindultunk, akkor nyilván a saját ismeretségi körünkben indultunk el. Az ügyfeleim tudtak erről, barátaink, és ugye amilyen közegben mozgók, nekem mindig is nagyon fontos volt a személyiség fejlesztés, mint olyan. És emiatt sok szintén hasonló érdeklődésű embernek tudtam szólni. De egy nagyon pici maggal indultunk el. Nagy segítségemre volt például a baptista gyülekezetnek a vezetője, a vezető lelkésze Szenci Sándor. Ők is vitték a hírt, és igazából így indultunk el, aztán lett hírlevélre feliratkozóknak egy elég komoly kis csoportja, és most már azt tudom mondani, hogy van egy stabil mag, akik járnak a rendezvényekre. Ez természetesen egy célunk, hogy egy szélesebb közönség felé eljutatni ezeket az üzeneteket, ezt a hírt, de nagyon érdekes, hogy én úgy gondolom, hogy annyira stabilan és szépen épül, és megtaláljuk azokat az embereket, akik ezt a fajta minőségű képzést igénylik. Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy kiknek is szól a te az általad megálmodott rendezvénysorozat. Azt látom a Facebookon, az Életkatedrális Facebook oldalán, hogy 16 ezer, majdnem 17 ezer lájkoló van, vagy látogatója ennek az oldalnak, követői is, hasonló számban. Kik ezek az emberek? Tudsz róluk, hogy kik kedvelik például a Facebook oldalt? Nagyon érdekes dolgot kérdezel, mert az elején, amikor ez elindult, akkor nyilván ugye személyesen szinte mindenkit ismertem. 17 ezer emberből már nem ismerek mindenkit személyesen, viszont mivel én csinálom ezt a részét is, abszolút belefolyok, és fontos nekem, és számít, hogy kik azok az emberek, valamilyen módon napi szinten próbálom ezt követni, és azt látom, tudod, hogy nagyon sokszor írnak, visszajelzéseket adnak, megérint őket egy-egy gondolat. Van olyan, aki rám ír, bejelentkezik, és mondjuk elmesél egy törést az életében, és van egy pici kommunikáció, ismerem nagyjából a törzstagokat, látom, hogy kik azok, akik abszolút napi rendszerességgel aktívak, kik azok, akik megosztják az üzeneteket, és hát ott vannak a szívemben olyan helyes emberek, olyan hálás vagyok azért, hogy tényleg ez egy nagyon szép munka, hogy láthatom, hogy kik azok, még ha nem is személyesen, de néhány embert már abszolút megismerjük egymást, visszatérő vendégei a rendezvényeknek, és mondom, picit interaktívvá vált, néha a témaválasztásban is, azok miatt a reakciók miatt, amiket írnak nekem, amilyen kérdésekkel fordulnak hozzánk. De van eredetileg célközönsége az Életkatedrálisnak, mint rendezvénysorozatnak? Tehát amikor megálmodtad, akkor volt benned egy ilyen kép, hogy kinek szól, vagy kinek ajánlanád ezt a rendezvénysorozatot? Az volt a szívemen, hogy mindenkinek, aki ember, él és mozog, és küzd az élet különböző nehézségeivel, problémáival. Tudnélik, én azt hiszem, hogy főbb szempontok alapján nincs különbség köztünk. Tehát egy életünk van, itt vagyunk a Földön, nagyon-nagyon vágyunk a szeretetre, az elfogadásra. Nagyon fontos lenne, hogy értsük, hogy az életünk mennyire értékes, hogy mennyire egyediek, különlegesek vagyunk. És ebből a szempontból nincsen különbség. Inkább azt mondom, hogy nagyon szeretném, hogy az az üzenet minden emberhez eljusson, hogy tényleg fontos vagy. És számítasz. Mindegy, hogy mi mész keresztül, túl fogsz rajta jutni, nem vagy egyedül. Van egy értéke, egy értelme az életednek, céllal születtél meg. És ha erre gondolok, akkor igazából mindenki és bárki a célcsoport. Hogyan választod ki a témát az aktuális, vagy a soron következő eseményhez? Ez egy kicsit olyan, azt hiszem, mint hogy minden író valamennyire saját magából merít, hogy hát én sem vagyok kivétel a nehézségek tekintetében, és nagyon sokszor azok a dolgok érintenek meg, amiken személyesen én is mondjuk átmegyek. Tehát most gondolok itt arra, hogy például
az elsők között volt, az első életkatedrálisos rendezvény, ami egy félnapos rendezvény volt, amelyek azt a címet adtam, hogy ne félj. Ez volt a ne félj nap. És viccesen még így beszélgettünk barátokkal is, hogy mondtam, hogy úristen, én megszervezek egy ilyen ne félj napot, amikor tele a gatyám, tudod, hogy kik fognak eljönni, mik fognak történni. Tehát akkor egy elég komoly periódusán mentünk át így az életemnek, és valóban voltak bennem különböző aggodalmak, szorongások, és ezt a témát jártuk körbe, lehet, hogy azért, mert én is ezekkel küzdöttem akkoriban intenzívebben, de nagyon erősen ez volt a fókuszban, tudod, így körülöttem is, hogy nagyon sokan fordultak hozzám ezzel, hogy figyelj, én tudom, hogy gyilkos dolog a stressz, na de hogy üzzem ki az életemből? Vagy tudom, hogy nem jó dolog aggódni, de folyton aggódom, tehát hogy lehet ezt letenni? Vagy mit kezdjek a szorongásaimmal? Hova tegyem az életemben a félelmeket? És eleve onnan indult, hogy ezek különböző fogalmak, és már itt is volt egy zavar, hogy mi a különbség közöttük, és tényleg félelem, mit kezdjünk aggódás vele? És szorongás között? Igen, igen. És nagyon érdekes volt, hogy különböző előadókat hívtunk, és mindenki a saját szakterületén a saját maga megoldási képletét hozta. Tehát volt ott a SOTE Magatartás Tudományi Intézetből egy fantasztikus professzor hölgy, aki tudományosan levezette, hogy tulajdonképpen maga a stressz az valóban hogyan működik, hogyan funkcionál, mit tesz a szervezetünkkel, mit csinál a testünkben. Levetített egy videót, hogy hogyan pumpál gyorsabban a szíved, mi történik benned, miért romboló ez a folyamat fizikailag, hogyha ez sokáig egy fennálló állapot az életedben. Aztán jött egy nagyon kedves barátnőm, egy pszichológus barátnőm, aki ilyen azt gondolom, hogy Magyarországon az, amit ő tud, abszolút egyedülálló, Tapolya Jemőke, talán te is ismered, igen, őt is beszélgetünk. Igen. És ő például beszélt arról, hogy vannak a külső stresszorok, és vannak a belső stresszorok. És az, hogy te hogyan gondolkodsz belül a kis fejedben, hogy milyen monológokat mondasz magadnak, hogy hogyan élsz meg dolgokat, az mennyire befolyásolja azt, hogy te milyen módon, milyen állapotban tudsz nap mint nap megküzdeni az élet nehézségeivel. Az is egy nagyon-nagyon érdekes és fontos és gyakorlatias megközelítése volt, tudod, ennek a témának. És aztán nagyon érdekes volt, ott volt például a Vujic Rütko, aki kiállt a színpadra, és az addig magázott közönséget azonnal letegezte, és közölte, hogy tulajdonképpen valóban Magyarországnak a megelégedettsége a boldogsági listán az utolsó között kell kullognia, és nem is mondom, hogy milyen országok előznek meg csak minket. Itt nincs háború, van folyóvíz, ha felkapcsolod a villanyt otthon, akkor ég a lámpád, és hogy alapvető, pici dolgoknak sem tudnak az emberek örülni, mert hogy van egyfajta fásultság, mert szoronganak a nehézségektől, mert valóban vannak problémáik, és ezek annyira elnyomják azt a részt, aminek viszont lehetne örülni. És ő egy ilyen nagyon felrázó üzenetet hozott az emberek számára. Tényleg tátott szájjal hallgatták. Ez is nagyon érdekes volt, hogy ő milyen módon tálalja, vagy milyen módon próbál egy segítő kezet nyújtani abban, hogy mi hogyan gondolkodjunk, hogyan éljük meg az életünket. Aztán ott volt a Szenci Sándor, aki ezzel előbb beszéltem, és az is számomra egy fénypontja volt mondjuk annak az alkalomnak, hogy egy lelki pásztor mit mond az embereknek, hogy ő hogy bánik el a félelemmel, ő mit kezd a félelemmel, és nagyon hálás voltam, és megtisztelve éreztük magunkat, hogy eljött a felesége, Szenci Katalin, aki nagyon ritkán beszél, de följött a színpadra, és elmondta, hogy ő mint feleség, ő mit kezd azzal, amikor a férje különböző háborús övezetekben van, és várja haza a gyerekekkel, és nyilván fél, nyilván szorong, hogy úristen, hazajön-e, igen, életben marad-e, megsérül-e. Igen. És ezek mind-mind olyan különböző megközelítések voltak, olyan válaszok, hogy én azt gondolom, hogy nagyon komplex képet tudtunk kapni arról, hogy mégis mi az, ami nekünk is segíthet. Ez volt az első rendezvényetek, mint életkatedrális? Ez a ne félj nap tulajdonképpen, vagy fél nap, ahogy mondod? Ez volt az első, amit a közönség felé megnyitottunk, de volt egy nulladik típusú találkozó, most ezt viccesen mondom,
ami pedig azért került megrendezésre, mert nagyon szerettük volna egyrészt a médiába, a sajtóba bevezetni az Életkatedrális brand nevet, másrészt számomra édesanyaként az egyik legfontosabb téma az az volt, hogy a harmad kiadó idehozott egy könyvet az iskolai zaklatásról. Igen. Lefordították ezt a könyvet. Egy olasz magyarra. Szerzőnek a munkája. Igen. És ugye ez nem a fizikai zaklatásról szól, hanem a verbális csúfolódás, stb. Kiközösítés sok válfaja van. És nagyon szerettem volna, hogyha bekerül ez a téma az oktatásba, az újságokba, nagyon sok helyre, amihez mi is hozzá tudunk járulni magunk is pici módján, és szerveztünk egy zárt körű, tulajdonképpen egy sajtótájékoztatót, ahol különböző médiától hívtunk meg szakembereket, újságírókat, minisztériumból az oktatásügyben érdekelt embereket, voltak ott iskolaigazgatók, tehát bárki olyan embert igyekeztünk megcélozni, aki ez ügyben hírvivő tud lenni, és a maga területén, mint egy ilyen úttörő, tudja vinni ezt a hírt. És eljött a harmad kiadónak a tulajdonos, a vezetője, aki szintén egy általam nagyon-nagyon tisztelt ember, és eljött a Tapolyai Emőke, aki ez alapján, a könyv alapján tartott egy nagyon komoly 40 perces előadást, és elmondta, hogy sajnos Magyarországon is minden, most már vannak erre statisztikák, hogy minden negyedik, ötödik gyermeket ez érint. És hát fantasztikus volt az, hogy abszolút teltházas volt, és vitték a hírt, és később visszahallottuk, akár a felelős szülők iskolája kapcsán, hogy különböző ilyen utórezgései voltak ennek a rendezvénynek, de mondom, ez egy zárt körű dolog volt, és akkor a Ne félj nap, az pedig már a közönség felé, az volt az első, amivel így nyitottunk. És akkor azóta is nyitott eseményként működik. Így van. A rendezvénysorozatként működik. Igen. Helyileg hol kerül megrendezésre a rendezvény? Helyileg az IBS-nek a Buda Stage a színpadán, ami ott van a második kerületben, a Tárogató úton. Azt a helyszínt azért választottuk, bár nem annyira központi lokális, mondjuk a belvárosban van, de azért a második kerület egy tényleg egy jó utcájában, mert nekem nagyon tetszik az, hogy ez egy színház jellegű kis terem, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát fontos számomra az, hogy amikor az ember ott van egy mentálhigiéniás előadáson, akkor segítsük őt azzal, hogy olyan harmóniát teremtünk, akár egy helyszínválasztásban, színekben, mindig viszek egy csokor virágot az asztalra. Tehát, hogy sok pici apróságot hozzárendeljünk, hogy még befogadhatóbb legyen számára az az üzenet, amit oda teszünk a színpadra, vagy amit szeretnénk, hogy ő elvigyen magával. Én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik, tudod, munka után a kis pénzüket befektetve, az idejüket odaszánva eljönnek azért egy rendezvényre, hogy ők saját magukat fejleszték, tulajdonképpen saját magukba befektetnek. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, és én ezt nagyon tisztelem, és mindig elmondom a színpadról, hogy az emberek kevés százaléka tesz meg ennyit önmagáért, pedig annyira fontos lenne. És hát, hogyha ajándékba tudok bármi olyan dolgot adni cserébe, hogy majdnem mindig minden életkatedrálisos rendezvényen van valami olyan kis produkció, amit mi nem hirdetünk meg. Egy nagyon kedves barátom, aki egyébként egy fantasztikus művész, eljön és énekel az embereknek. Tehát bármi, amivel egy kicsit ki tudjuk azt mutatni, hogy milyen nagyra értékeljük, hogy az emberek fejlesztik saját magukat, és odafigyelnek, és egy minőségibb életet szeretnének élni, akkor azt mi megpróbáljuk ilyen módon kifejezni. Hosszú távon lesznek olyan rendezvények, amiket nagyobb terembe fogunk vinni. Ez attól függ majd, hogy milyen típusú rendezvényt hova szánunk, de lesz ilyen. Említetted ugye ezt a nulladik napot, amikor a zárt körű eseményt tartottátok, ugye Szenci Sándor neve is elhangzott, illetve az első nyílt alkalmat, ami tulajdonképpen egy félnapos rendezvényetek volt. Azóta mi történt? Tehát ugye körülbelül három évvel ezelőttről beszélünk. Kik voltak azóta meghívott vendégek, és milyen témáitok voltak? Mivel dolgoztatok eddig? Ha most így visszatekintek, igazából alig szűk 2 éve működik maga a rendezvénysorozat. A 3 éve ugye az, amikor csak megálmodtam, nagyon sok előkészítést igényelt, tehát akár ezek ilyen teljesen banális dolgok, vagy profán dolgok, hogy
honlapot készítetni, a fotózásokat megcsinálni, kitalálni a brandet, az image-et, hogy nézzen ki, milyen színek legyenek. Tehát irodát béreltünk. Ez az első fél évet teljesen lefette az előkészítés része, és igazából az elmúlt két évben kezdtük el magát a rendezvénysorozatot. Azt kérdezett, hogy milyen témákat dolgoztunk utána föl, vagy hogy hogy alakult. Igen, és hogy milyen vendégeket hívtatok eddig az adott témákhoz, amiket választottatok. Igen. Hát számomra egy nagyon klassz dolog az, hogy tényleg megválogathatjuk, hogy milyen előadók jöjjenek el, és mindig leülünk velük előtte beszélgetni, én elmegyek és megnézem őket másik színpadon. Nagyon sokan publikáltak könyvet, elolvasom a könyveiket, meghallgatom őket, és hát a Tapolyai Műke, ő azt tudom mondani, hogy ő például a kezdetektől fogva velünk volt, és az a tudás, az a fajta szemlélet és szív és minőség, amit ő képvisel, az rendkívül illeszkedik ahhoz, amit én is szívesen nyújtok át az embereknek, és vele dolgoztunk, utána volt egy külön önálló estje az elengedésről, veszteség, gyászfeldolgozás, és itt nem csak a gyászfeldolgozáson volt a hangsúly, hanem bármi olyan jellegű veszteség, ami az embert éri. Lehet az egy munkahelyváltás, lehet az egy vidékről egy másik városba való költözés, lehet az egy megszakadt párkapcsolat, és sajnos természetesen lehet az is, amikor az ember elveszít valakit, ténylegesen egy haláleset. Az is egy nagyon különleges előadás volt, rengeteg visszajelzést kaptunk, nagyon sok levelet, e-mailt, Facebookon, Messenger üzeneteket, és én nagyon hiszek abba, a Bibliában ugye van az a mondat, hogy egy lélek többet ér, mint az egész világ. És mindig arra gondolok, hogyha ezeken az előadásokon ott ül egy valaki, aki most végre kapott egy olyan mondatot, egy olyan választ, egy olyan fogódzót, egy olyan segítséget, amitől neki egy kicsit könnyebb, akkor már megérte, akkor mindent megért az egész. És ez az alkalom és az emőkével tipikusan ilyen volt. Van még egy szakember, akit nagyon szeretnék külön kiemelni, akit úgy hívnak, hogy Pólus Enikő. Ő a Mesekő alapítványnak a tulajdonosa, ügyvezetője, egy nagyon kedves barátnőm, 3 gyermek édesanyja, fantasztikus szakember. Tehát ő is, én azt gondolom, hogy egy megkerülhetetlen valaki Magyarországon. Ő is többször volt már az Életkatedrálisban előadóként, és mondhatom azt, hogy az Életkatedrálisnak az egyik oszlopa. Ő például tartott nálunk egy érzelmi intelligencia fejlesztést. Ez nagyon érdekes volt, mert előtte szakmai közegekben természetesen voltak ilyen jellegű rendezvények. De civil közegben, tehát aki nem szakember, nem coach, nem pszichológus, nem terapeuta, nem nagyon voltak ilyen témában fejlesztések. Volt mesepszichológia, tehát gyerekekkel kapcsolatosan igen, de mondjuk így felnőtt képzésben nem annyira volt ezen hangsúly. Ezután a rendezvény után, hála Istennek láttam, hogy nagyon sokan ezt a témát továbbítték, és szintén erről beszéltünk. Nagyon-nagyon fontos téma az érzelmi intelligencia kérdésköre, a fejlesztése, az, hogy mi kapcsolódnak ide, egyáltalán a definiálása, az egész egy kulcs dolog, azt gondolom, az emberek életében, és nagyon örülök, hogy ezt a témát is sikerült feldolgoznunk. Aztán nagyon népszerű volt például a dr. Almási Kittinek az előadása a méltóság című témában, amit kifejezetten azért kértem tőle, mert nagyon jó előadásokat szokott tartani párkapcsolat, krízis vonatkozásában, és nagyon szerettem volna egy kicsit mélyebbre menni, hogyha párkapcsolatról beszélünk és önbecsülésről beszélünk, akkor annak van egy komoly alapja, amit én úgy gondoltam, és úgy is gondolok, hogy a méltóság nagyon jó körbeír. És ezt nagyon szépen kibontotta a Kitti, és nagyon szerette a közönség. A legutóbbi előadás a szintén Pólus Enikő, illetve a Buda Lászlónak volt az előadása. Buda László írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Mit üzen a tested? Most már kijött egy második könyve is. Ő megalapította azt a fajta módszertant,
a szomatodráma módszertanát, ami egy nagyon izgalmas valami egyébként. Én voltam nála, elmentem egy ilyen háromnapos táborba, hogy a saját bőrömön kipróbáljam az előadómnak a technikáját, és nagyon érdekes volt az, hogy milyen sok embernek tud ő ezzel a módszerrel segíteni, hogy valóban ugye megszületünk, és a halálunk pillanatáig a legintenzívebb és a legbensőségesebb kapcsolatunk a testünkkel, az egy állandóan jelenlevő kapcsolat, az ugye ott van, és vajon mennyire hallja meg az ember ezeket a jelzéseket, amiket a teste üzen, amit küld, mennyire ismerjük önmagunkat ilyen fizikai szinten, mennyire értjük ezeket az üzeneteket, és egy olyan témát rendeltem azon az estén tőlük, amelyek az volt a címe, hogy szabadulás a beszorultság érzésétől. Ez egy nagyon izgalmas terület, úgy gondolom, mert sokan eljutnak odáig, hogy mondjuk szeretnének egy bizonyos élethelyzetet megváltoztatni. Már tudják, hogy valahonnan el, és tudják esetleg azt is, hogy hova majd, de közben, ameddig nincs rá lehetőség még lépni, vagy még fejlődésben az ember nem tartott, vagy még nem tudja hogyant, akkor ebben a folyamatban hogy ne gyilkolja magát közbe, hogy tud magának segíteni, miközben az úton van, miközben halad, hogy tudja magát támogatni, ahelyett, hogy vádolná, hogy jaj, még nem tartasz szót, már régebből ki kellett volna lépned. Tehát, hogy tudja az ember egy ilyen helyzetben magát segíteni. És hát ez is egy nagyszerű előadás volt, és nagyon sok visszajelzést kaptunk azután, az este után is. Mennyire célod az, hogy állandó előadókkal dolgozz, és mennyire célod az, hogy ebben is sokszínűség legyen, hogy a témákhoz hozzárendeled a vendégeket? Engem igazából a hitelesség mozgat, és a téma. Tehát nem célom az, vagy legalábbis nem egy tudatos cél, hogy mindig valaki mást hozzak a színpadra. Én ezeket az előadókat, akik nálunk voltak, nagyra becsülöm, szeretem őket, és mindig megtiszteltetés, hogyha eljönnek hozzánk. A fókuszpont az embereken van, és azon az üzeneten, amit éppen szeretnénk számukra közvetíteni. És aztán az, hogy kit hívunk be arra a témára, az mindig egy adott helyzetnek a döntése. Lehet, hogy ugyanazt az embert hívjuk el, de azt is lehet, hogy egy újat. Szeretnék embereket is, szakembereket, újakat, akiket mondjuk én ismerek, de a médiában még nem annyira ismert a nevük, de az ügyfelek körében nagyon népszerűek és elismertek és sikeresek. Szeretnék ilyen embereket is bemutatni és bevezetni így a színpadon az emberek, tehát hogy megismerjék őket. De mondom, a cél az inkább a témán van, az üzeneten. És ezt mennyire tudod átbeszélni velük, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél, hogy mindenképpen kommunikáljatok aznap? Ebben mekkora rugalmasságot engedsz meg a beszélőknek, akiket az adott napra választasz? Mivel olyan előadókat választunk, akiben tényleg megbízunk, és tiszteljük azt a tudást, amit ők képviselnek, a szabadságunk maximálisan megvan. Itt a téma az, amit előre egyeztetünk, hogy nagyon szeretném, hogyha ebbe a témába hoznának valamit, és azt átbeszéljük, hogy mi mire gondoltunk, mi ez, amit mi elképzelésünk, de ezekben a keretekben viszont teljes szabadságuk van, tehát hogy ők hogyan bontják ezt ki, és az ő szakmai tudásukat hogyan rendelik hozzá, és mit emelnek ebből ki, az abszolút az ő választásuk és döntésük. Na hát nagyon érdekes, hogy ez ilyen összefüggésben van egymással, hogy inkább a téma az, ami motivál téged, hogy mit akarsz adni, vagy az üzenet, amit szeretnél az emberekhez eljutatni, és ahhoz hívod, vagy arra kéred fel az előadókat, és nem fordítva, hogy valaki egy nagy név már a szakmában, és akkor nem vele beszéled át, hogy akkor ő mit szeretne mondani, vagy mire gondolt, milyen témában lenne jó egy üzenetet eljuttatni az embereknek. Esetleg ez nem egy megfontolandó szempont, vagy aspektus, hogy érdemes lenne, mikor találkozol valakivel, átbeszélni azt, hogy esetleg ő is tudjon javasolni témákat? Szoktunk, tehát ötletelni szoktunk, hogy milyen témák vannak, de igazából az előadók nagyon nyitottak arra, hogy javasoljunk nekik valamit. Azt én látom, mert figyelem a piacot, és nagyon becsülöm az összes olyan
embert, céget, szervezetet, akik lehetőséget biztosítanak mentálhigiénés előadásokra, létrehoznak ilyeneket. Én nagyon fontos dolognak tartom, és látom, hogy hol lépnek fel, milyen előadók, milyen témákban. Nem feltétlenül érdemes azokat a témákat újra, meg újra, meg újra, meg újra feldolgozni. Én valahogy úgy érzem, hogy az Életkatedrálisnak az egy sajátossága, az a specialitása, hogyha lehet ilyet mondani, hogy mi új témákat szülünk. Egy kicsit szeretnénk mélyebbre menni, megérinteni olyan vizeken az embereket, ahol nem feltétlenül kaptak még egy pohárral. Tudod, tehát, hogy talán inkább ebben én azt hiszem, hogy úttörők vagyunk. Milyen felületeken vagytok jelenleg elérhetőek? Tehát, hogyha valaki most hall először rólatok, akkor hol tud több információhoz jutni a programmal kapcsolatban? Van weboldalunk, tehát az Életkatedrálisnak van egy weboldala, ez nyilvánvalóan a www.életkatedrális.hu, illetve az általad említett Facebook oldal, ami szintén Életkatedrális néven fut. Hogyha vannak rendezvényeink, azt mindig szoktuk a Facebookon külön eseményként promotálni, hirdetjük különböző médiafelületeken, és a hírlevélre feliratkozók pedig mindig speciálisan névre szólóan kapnak tájékoztatást és információt a következő előadásokról, hírekről. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és bemutattad kicsit az Életkatedrálist nekünk. Kedves hallgatóinknak, nézőinknek pedig a figyelmet köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Hogyha bármiféle kérdésetek van, akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár a műsorral kapcsolatban, írjatok nekünk. Elérhetőek vagyunk a kulturasztal@gmail.com e-mail címen, illetve a műsornak magának is van egy Facebook csoport, tehát Kultúrasztal csoport néven vagyunk elérhetőek a Facebookon, keressetek minket, ott is természetesen minden kérdésre, javaslatra, felvetésre válaszolni fogunk és számításba vesszük. Szívesen fogadunk minden kérdést és visszajelzést. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ma, tegyetek így legközelebb is, addig is mindenkinek szép napokat és sok áldást kívánunk, sok örömöt. Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást!